Az emberek azáltal vannak benetartva a rendszerben, hogy el van hitetve velük, hogy megszabadulhatnak a rendszertől. És minél inkább meg akar szabadulni az ember a rendszertől, annál beljebb kerül a rendszerbe. Valósággal bevergődi magát az ember a rendszerbe. Ez pont olyan, mint amikor valaki a mocsárban van egy állat, egy ember, beleesik a mocsárba, és ahogy elkezd pánikolni, elkezd vergődni, azáltal mélyebbre és mélyebbre süllyed a mocsárban. Hogyha megnyugodna, talán meglátná azt az ágat, amit megfoghatna, és kijöhetne a mocsárból. De mivel elkezd pánikolni, valósággal elássa magát a mocsárban. Na ez a pánik az, amikor az ember azt hiszi, hogy ő meg tud szabadulni a rendszerből. Hogy melyik rendszerből? Teljesen mindegy. Az ember alkotta a rendszer, az összes rendszer. Tehát az lehet egy rossz közösség, egy rossz házasság, egy rossz munkahely. Ezek mind rendszerek. Mind rendszerek szerint működnek ezek a intézmények. És az ember érzi, hogy rossz. De ez nyilvánvaló. Erről kár is beszélni. Viszont azáltal maradt a rabja annak a rendszernek, amiben ő belekerült, mert elhitte, hogy az jó lesz, az gyönyörűséges lesz majd. Tehát úgy kerül bele a rendszerbe az ember, hogy először elhiszi, hogy jó lesz. Menjünk vissza az Édenbe, Édenkertbe, abba a történetbe, mit mond a kígyó Évának, Ádámnak. Ádámnak a fejében mit mond a kígyó? Hát azt mondja, hogy jó lesz majd. Jó lesz majd. És olyan leszel majd, mint Isten, mint a te teremtőt. Tehát ő azzal hitette el a kígyó, az embert, Ádám jelentése, hogy ember, azzal hitette el, hogy jó lesz. És azáltal, hogy Ádám elhitte, hogy jó lesz, kijött a vanból. Kijött a vanból. Kijött Istennek a vanjából, Isten jelenlétéből. És elkezdett ábrándozni, elkezdett tervezni az ő agyában, hogy majd jó lesz. Éva, értsd meg, majd jó lesz. Majd boldoggá teszlek téged, te meg engem, és szépen megesszük egymást. Ez maga az elhitetés. Így jelent meg az idő. Addig nem volt idő. Addig örökké valóság volt. Addig örökké Istennek a valósága volt, és az jó. Mert Isten azt mondta, hogy megteremtette az eget és a földet, és mindent, ami a földön van. És látta Isten, hogy jó, és mindent megáldott, minden tökéletes volt. És Istennek a valósága az tökéletes. De jött ugye a kígyó, az a hosszú tekervényes kígyó az embernek a fejében, és azt mondta, hogy majd jó lesz. És azóta az Ádám, az ember, nem a vanban van, nem Isten jelenlétében van, aki azt mondja magáról, hogy az vagyok, aki vagyok. Jó vagyok, tökéletes vagyok. Ha te bennem vagy, és én te benned, akkor minden tökéletes, minden szép és minden jó. De ebből a vanból, Istennek a vanjából kilépett, és belépett a leszbe. Tehát azután az ember már nem a vanban van, nem a teremtés tökéletességében van, hanem a leszben, az illúzióban. És az illúzió maga az Éva, a tükör, az illúzió tükre az Éva. Hogy ugye, drágám, hogy jó lesz? Persze, 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 nagyon jó lesz. Tehát a vanból kilépett, és bement a leszbe. És ebből a sok leszből létrejött a rendszer. Létrehozta az Ádám, az Istentől, Istennek a vanjából kilépett Ádám, létrehozta a rendszert, a leszt. A rendszer a sok leszre épül, hogy milyen lesz, hogy lesz majd. És az, hogy a rendszer, amit ő létrehozott, az rossz, azt mindenki érzi, mindenki tudja. Persze mi szépítjük szavakkal, megmagyarázzuk, költeményekkel, romantikus versekkel, meg eposzokkal, meg különböző műalkotásokkal. Próbáljuk mi magunkkal ejtetni, hogy jaj, ez nem olyan rossz, ez jó, ez valójában jó, és még jó lesz, aztán majd még jobb lesz.
Tehát azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogy az ember a rendszerbe, a rossz rendszerbe, rossz munkahelyre, rossz házasságba, rossz közösségbe úgy került bele, hogy elhitte, hogy jó lesz. És amikor elhitte, hogy jó lesz, akkor kiesett a jóból, Isten jelenlétéből, Istennek a vannyából. Az vagyok, aki vagyok, a vannból kikerült. A kérdés az, hogy hogyan marad benne, hogyan mered bele, nem nyelvbotlás volt, hogyan mered bele a rendszerbe, hogyan marad benne a rendszerben az ember. Persze, aki még azt a kérdést sem tette fel, hogy hogyan került bele a rendszerbe, annak ugye ez picit távoli, hogy eljutni addig a pontig, hogy feltegye azt a kérdést, hogy mi tart engem benne a rendszerben? Mi tart engem a rossz házasságban? Mi tart engemet a rossz munkahelyen? Mi tart engem a rossz közösségben? Mi tart engem a rosszban? Tehát amíg nem teszi fel azt a kérdést, hogy hogyan került bele abba, addig nyilván a második kérdése nincs értelme foglalkozni, hogy mi tartja őt benne. Az, hogy mit vitte bele a rosszba, ugye az le van írva a Teremtés könyvében, a Bibliában, amiről mi azt hiszik, hogy át van írva, meg hazugság, sokan nem foglalkoznak vele épp ezért. Tehát le van írva, hogy hogyan kerültünk bele a rosszba, az elhitetésbe, a rossz rendszerbe, de hogy hogyan, mi tart minket benne, azzal ugye kevesebbet foglalkozunk. És azt a megértést adta mindenható Isten egy barátommal beszélgetvén, és úgy már azelőtt is ezt forgattam magamban, ezt a gondolatot adta mindenható Isten, hogy mi tart benne a rendszerben. És a válasz a kérdésre az, hogy egy másik elhitetés, az az elhitetés, hogy ki tudsz jönni a rosszból. Ki tudsz jönni a rosszból. Ez egy másik hazugság. Hazugság hatványozva. Az első hazugság a hatványon. Másik hatványon, vagy tizedik hatványon. Teljesen mindegy. Ki tudsz jönni a rosszból. És ahogy az ember próbálkozik, hogy kijöjjön a rosszból, a rossz rendszerből, a rossz munkahelyről, a rossz házasságból, a rossz vallásból, azáltal beljebb és beljebb és beljebb kerül abba. És ez is el van rejtve az ember szemei elől, hogy az ember csak arra képes, hogy bekerüljön egy rossz rendszerbe. Az ember bele tud menni a rossz rendszerbe. Az ember ki tud jönni az Édenből, a gyermek felnőtté tud válni. Úgy jön ki az ember az Édenből, a gyermek az Édenből, hogy felnőtté válik. A tudás fájából, a tudás fájának a gyümölcséből eszik és zabál. Jó sokat, és elhízi azt, hogy minél többet eszik a tudás fájának a gyümölcséből, annál értékesebb lesz. Tehát ő ki tud jönni az Édenből, ki üzeti magát az Édenből. Az ember képes arra, hogy belemenjen a rosszba, a rossz házasságba, a rossz munkahelyre, a rossz közösségbe, a rossz bármilyen fajta rendszerbe. Viszont arra nem képes, hogy kijöjjön abból. Viszont a rendszer maga, a sátán, a fenevad, elhiteti veled, velem és mindannyiunkkal, hogy de meg tudod csinálni, ki tudsz jönni. És ez az elhitetés tart minket benne a rendszerben. Hogy azt hisszük, hogy ezt meg lehet oldani. Ki tudunk jönni abból. És próbálkozunk, és vergődünk, és minél jobban vergődünk a mocsárban, a rossz házasság mocsarában, a rossz munkahely mocsarában, annál mélyebbre süllyedünk abban a mocsárban. Tehát az ördög sugja a füledbe, hogy meg tudod csinálni, ne add fel, ne add Isten kezébe, ne helyezd Isten kezébe, meg tudod csinálni, ne add fel, csináld, légy kitartó, legyél pozitív. Na ez sugja a sátán, és ezáltal valósággal belevergődöd magad a rendszerbe, a mocsár mélyére. Tehát aki azt hiszi, hogy meg tudsz szabadulni egy rossz munkahelytől, egy rossz házasságból, egy rossz rendszerből, egy rossz alkotmány rabságából, egy rossz közösségből, egy rossz vallásból, az ember még mindig befelé halad, befelé, a rossz rendszerbe, annak a belső felé halad, még mindig. Ugyanis ez hazugság, az ember nem tud megszabadulni a rossz rendszerből, a rossz házasságból, a rossz vallásból, a rossz közösségből, a rossz munkahelyről. Az ember nem tud visszafiatalodni. Én felnőttként nem tudok visszamenni a gyermekkorba. Ez a lényege. Én nem tudok visszamenni az Édenbe, a sátán,
miután engemet elhitetett, úgymond, a rendszer, amibe beleszülettem, miután engemet elhitetett gyermekkoromba, hogy meg tudod csinálni, és ne add fel, és csináljad, és légy kitartó, gondolkodjál pozitívan. Miután engemet elhitetett, és belekerültem ugye a bajba, utána még egyszer megkísért, és elhiteti velem, hogy ki tudok jönni abból. De mind a kettő hazugság. Amit mondott a kígyó az Édenbe, hogy olyan leszel, mint Isten, meg tudod csinálni. Tanulj jó sokat, tudjál jó sokat, és olyan leszel, mint Isten. Ez is hazugság volt, mert én ugye már eleve olyan voltam, mint ő, az ő gyermeke voltam. Amíg nem voltam tőle eltávolodva, én már eleve olyan voltam, mint ő. De azáltal, hogy ő azt mondta, hogy olyan leszek, mint ő, engemet kivett az ő jelenlétéből, az ő jelenéből, és bevitt a jövőbe. A jövő az illúzió, a jövő az Éva. Az Éva, ami illúzió, az illúzió Éva. Ezért mondtam azt, hogy az Éva az nem feltétlenül nő, hanem a férfinak az Évája az nő. A nőnek az Évája a férfi, az maga az illúzió. Mert a férjed nem olyan, mint amilyennek te elképzelted. A férjed olyan, amilyen. Tehát az, amit te róla elképzelsz, az maga az Éva. Ő olyan, amilyen. A feleséged nem olyan, amilyennek te elképzelted. Az az Éva, amit te elképzelsz, az maga a képzelgés, az a lesz. Az a lesz. Az az illúzió, az az Éva. Ő olyan, amilyen. Ő olyan, amilyen. Viszont te ráhúzod az Évát, az illúziót, hogy ő milyen lehetne. A legtöbb férfi ezért ugye, igazából nem a nőbe szerelmes, hanem a nőről alkotott, a fejében alkotott képbe szerelmes, az illúzióba. Ugyanígy a legtöbb nő is nem a férfiba szerelmes, hanem abba a képzetbe, amit az ő fejébe elképzelt. Ez maga az Éva, az illúzió. És akkor azt mondja az ördög, hogy Ádám, Éva, nincs semmi gond, meg lehet javítani, meg tudod csinálni. Csak ne add fel, ne helyezd Isten kezébe magyarul. Ne add fel Isten kezébe, meg tudod csinálni. És addig csináld, amíg végül elfogysz, saját magadat felzabálod, felemészted, úgymond az életed energiáját kiszolgáltatod az ördögnek. Mert folyamatosan próbálod megoldani, próbálod megcsinálni, hogy jobb legyen majd, de nem tudod, mert lehetetlen. Mert ezt az ördög úgymond elhallgatta előled, sőt, ennek az ellenkezőjét mondta neked, hogy nem tudsz visszamenni az Édenbe. Ez a lényege, az egész Bibliának az a lényege, a Teremtés könyvétől, a Jelenések könyvéig, hogy az ember nem tud visszamenni az Édenbe. A sátán az, ami, aki, az a gondolat a fejünkben, ami elhiteti, hogy de vissza tudunk menni, csak ne adjuk fel. Viszont az igazság az, hogy nem tudunk visszamenni. Hogyha vissza tudnánk menni, akkor Isten nem vált volna testé, nem öltött volna testet Jézus Krisztus személyébe, hogy megmutassa nekünk az utat, hogy hogyan mehetünk vissza. És azt mondta, hogy mindaddig, amíg a saját erődben bízol, a saját értelmedben bízol, te beljebb és beljebb fogsz kerülni a rendszerbe. A rossz rendszerbe, a rossz házasságba, a rossz munkahelyre, rossz közösség, rossz vallásba. És akkor, amikor hozzám fordulsz teljes lényeddel, akkor én téged kiemellek onnét, mert akkor már nem a saját értelmedben bízol, nem a saját erődben bízol, hanem az én bölcsességemben, és az én erőmben, és én felemellek téged. Mit mond Jézus? Aki felemeli magát, megaláztatik. Aki azt hiszi, hogy ő meg tudja oldani, az megaláztatik, az még jobban összetöretik, össze lesz teljesen törve. Aki megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az felemeltetik, az égig emeltetik. Maga a sátáni ellen, az ördögi ellen, az elbukott emberi ellen azt mondja, hogy ő meg tudja csinálni. Ezért ő magát felemeli, hogy én már megcsináltam, én meg tudom csinálni. És ezért beljebb és beljebb és még beljebb kerül a rossz rendszerekben, amiket ő hozott létre, az ő illúziója hozott létre. Mivel hozta létre a rendszert Ádám? Kivel? Hát Évával. Nem a nővel, hanem a fejében lévő illúzióval emberek. A lesszel. A lesszel hozta létre a rendszert Ádám. Emberek, a lesszel. Mert a lesz az maga az Éva. Nem a feleséged az Éva, mert ő olyan, amilyen. Nem tudjuk pontosan milyen, valamennyire meg van tévesztve ő is.
az Éva a feleségedről alkotott képet, képzetet, a te elvárásod a fejedben, mert ő nem olyan, és te sem olyan vagy, amilyennek ő lát téged. Ő az illúziót látja benned. És mivel hozta, kivel hozta létre Ádám ezt a rendszert, ezt az elbukott földi rendszert? Évával, az illúzióval, a saját gondolatával. Az első paráznaság hogy történt az Édenben? Kivel paráználkodott Ádám, még mielőtt a két ember összefeküdtek volna egymással testileg? Kivel szemben paráználkodott? Istennel szemben. Istennel szemben volt hűtlen. Kivel paráználkodott? A saját gondolatával. Az ő tudásának a fájával. Ezért mondtam azt, hogy nézd meg az agynak a keresztmetszetét, hogy néz ki így középen elvágva, mint egy lombhullató fa, a tudás fája. Ezért mondja az írás, hogy Jézus a Golgotán volt megfeszítve. A Golgota jelentése koponyák helye. Hol lett megfeszítve az ártatlanság? Hol lett megfeszítve a gyermek, a lélek, Isten gyermeke? A koponyák helyén, a Golgotán, az agyunkban. És ez az, amit nem mondanak el a vallások. Mert hogyha elmondaná, akkor be kéne zárja az ajtót. Nem tudná fenntartani magát a vallás, hogyha ezt elmondaná neked. Tehát két nagy hazugság. Az első, az Édenben, Édenkertben, hogy jó lesz, majd olyan leszel, mint Isten. A gyermek ezt nem kell tudja, hogy ő olyan lesz, mint Isten, mert Isten benne megnyilvánul. Az ártatlan gyermekben, az ő ártatlanságában, az ő szelítségében, alázatában Isten megnyilvánul. Ő nem kell, akarja, hogy olyan legyen, mint Isten. Ő így is, úgy is olyan, mert Isten, ő testet ölt a gyermekben. De a hazugság, amit ő kap a felnőttektől, anyjától, apjától, a közoktatási rendszertől és mindentől, az, hogy okos leszel, tanulj, és akkor olyan jó lesz majd. És értékes ember leszel, meg ügyes leszel, meg szép leszel. Majd leszel. És minél inkább hisz ebben, annál nyomorultabb, annál rútabb, annál csúnyább, annál öregebb, és annál inkább megy tönkre. Megy tönkre. Így adja oda a gyermek az ő fiatalságát, az ő életerejét a sátánnak. Ez maga az elbukás, az édenkerti elbukás, megmagyarázva. Tehát az első hazugság az, hogy olyan leszel, olyan leszel. Ez az első hazugság. A második hazugság pedig az, hogy meg tudsz szabadulni. Tehát az első hazugság által belementél a rendszerbe, bármilyen fajta rendszerbe, földi rendszerbe, akár vallási rendszer, akár házasság, teljesen mindegy. Ezek mind rendszerek. Az első hazugság által belementél a rendszerbe, a hazugságba. És a második hazugság által benne vagy tartva. A második hazugság azt mondja, hogy meg tudod oldani, meg tudod csinálni. Ne add fel, nehogy feladd, nehogy Isten kezébe add, nehogy újból gyermek légy, nehogy kezdél bízni a láthatatlanban, a mindenható Istenben, a teremtés rendjében. Nehogy bízni kezdél abban, mert még a végén megszabadulsz. Inkább azt mondja, hogy meg tudod, majd aztán meg fogod csinálni. Kitartás, még tanulj, még olvasd a Bibliát, jó sokáig, olvassák könyveket, járjál tanfolyamokra, pozitív gondolkodás, meg minden. És így, ezzel a második hazugsággal, hogy meg tudsz szabadulni, a sátán maga kizsákmányolja az embert, kiszívja az ő lelkét, az emberek lelkéből él el az elbukott bábeli rendszer, amit mi építettünk. A te lelkedből, az én lelkemből, és mindannyiunk lelkéből, akik először elhitték, hogy olyanok lesznek, majd jók lesznek, mert ők nem elég jók, majd jók lesznek, utána pedig elhitték azt, hogy meg tudják javítani, ki tudnak jönni a rossz rendszerből. És minél inkább ki akar jönni a rossz rendszerből, annál inkább süllyed a rendszerben az ember, míg végül holtan esik össze, és a lelke teljesen eltorzul. Kárt szenved az ő lelke. Megy a gyehennába az ő lelke. Barátommal beszélgettünk, és hát erről beszéltünk, ugye, hogy hogyan lehetne megszabadulni a rossz munkahelyről, rossz munkahelytől. És elmondtam neki, mert ezt adta mindenható Isten, hogy sehogy. Amíg te meg akarsz szabadulni a rossz munkahelytől, addig te beljebb és beljebb kerülsz a rossz munkahelyt. Egyik rossz munkahelyt elhagytad, jött a másik. Egyik rossz fehérnépet elhagytad, jött a másik rossz fehérnép, jött a másik szajha. Nem lehet megszabadulni.
Épp ez a lényeg. Akkor most elmondom a megoldást, hogy hogyan lehet mégis megszabadulni. Hát úgy lehet megszabadulni, hogy az én célom, jól figyelj, nagyon-nagyon jól figyelj, az én célom nem az, hogy megszabaduljak a rossz házasságból, a rossz munkahelytől, a rossz rendszerből, a Fidesztől, a kormánytól, Európától, Ázsiától. Nem az az én célom, hogy megszabaduljak a rossztól, hanem az én célom az, hogy megismerem az igazságot. Az igazság szabaddá tesz. És itt jön be az evangélium, az örömhír, emberek. Az evangélium, az örömhír. Az, hogy a szabadulás az van, az valóságosan van, de nem úgy, mint egy technika, egy módszer, amit én alkalmazok, mert minden technika, minden módszer beljebb visz a rabságban. Az emberi technikák, az emberi módszerek beljebb visznek a rabságban. Ha rossz a munkahelyet, kizsákmányolnak, sokat kell dolgozni, kevés a pénz, hulla vagy, fáradt vagy, akkor nem az a megoldás, hogy te megszabadulj attól a munkahelytől. Mert ha meg akarsz szabadulni a munkahelytől, akkor még inkább rab leszel. Még nagyobb rab leszel. Hanem a megoldás az, hogy megismerd az igazságot. Ezért olvasd el Ézsaiás próféta könyvének a 64. részének az első bekezdését. Ott mondja, úgy van leírva, hogy megoldást ad a megkötözötteknek. Isten elküldte az ő fiát, hogy megoldást adjon a megkötözötteknek, hogy oda adja a megoldást. Mert az az ember, aki saját magát megkötözte a saját gondolatával, nem tudja magát megszabadítani. Ezt a legbutább ember is fel tudja fogni. Ahhoz, hogy az ember ezt ne fogja fel, ahhoz már egyetemre van szükség, diplomára van szükség, mesteri fokozatra, doktori fokozatra és Nobel-díjra. Hogy az ember felfogja valahogy, hogy nem lehet, tehát avval az elmével, avval az emberi értelemmel, mert azzal kötöztük meg magunkat, a tudás fájával, tudásunk fájával kötöztük meg magunkat. Avval az emberi értelemmel, amivel rabságba kerültünk, nem tudunk kijönni a rabságból. És itt jön be a lényeg, a megváltás lényege, emberek. Mert aki ezt nem érti meg, pedig még állítólag egy szegény ástára mindent ráfogtak most már, mindent ő fedezett fel. Azt mondta, hogy az a tudatossági szinten, amin a problémát létrehoztat, nem tud megoldani azt. Ez így is van. Csak a probléma az, hogy az ember elhiszi, hogy jaj, most akkor én növelem meditációval, meg zümmögéssel, meg hümmögéssel, meg tanfolyamokkal, növelem a tudatossági szintemet, és akkor meg fogok szabadulni. Magasabb tudatossági szintre kerülök. De minél magasabb a tudatossági szint, annál nagyobb a rabság, emberek. Mert az egész rabság abból származik, a tudatosságból. A tudásfájának a gyümölcséből. Ezt kell valahogy felfogni. Tehát ezért, hogyha én, mint ego, ha arra voltam képes, hogy létrehozzak egy ilyen mocsok rendszert, egy ilyen kizsákmányoló, vérszívó rendszert, teljesen biztos, hogy én nem tudok abból kiszabadulni, nem tudok én annál jobbat létrehozni. Mert amit én hoztam létre, az teljesen nyilvánvaló. Amit én teremtettem, én ember, az mind rossz. Az én teremtésemmel, az én tudásommal nem tudok kijönni a rendszerből. Ezért használ olyan kemény szavakat az élő Isten prófétája. Átkozott vagy, ha emberekben bízol, emberi értelemben bízol, a saját erődben bízol, emberi okosságban bízol. Mindenki átok alatt van, aki hallja ezt a videót, mindenki. Én is mindenki, hogyha a saját értelmemben bízok, ha a saját erőmben bízok, én is átok alatt vagyok, emberek. Nincs kivétel. Átkozott minden férfi és minden nő, aki emberi értelemben bízik, és az Úrtól elfordult az ő szíve. És ezért küldte mindenható Isten Jézus Krisztus személyében a megbékélés lehetőségét, a megoldozás lehetőségét. Olvasd el Ézsaiás próféta könyve 64. rész, az első bekezdésekben, hogy ő elhozta a szegényeknek a vigasztalást, a megtört szívüknek a gyógyulást, a sebeknek a bekötözését és a megoldást, az, hogy eloldja a szálakat. De ahhoz, hogy eloldja a szálakat, mire van szükség? Szembesülésre. Ez az, amit kerül mindenki, mint a görényt, úgy kerüljük a szembesülést. De aki kerülje a szembesülést, nincs ahogy megszabaduljon. Mert aki kerülje a szembesülést, annak nincsen szüksége szabadítóra. Mert ő még mindig azt hiszi, hogy ő magát megszabadítja. Menjél ki a temetőbe, nézd meg a sírokat ott,
olvasd el neveket. Az összes magát akarta megszabadítani. Az összes, akinek a neve rajta van a sírkövön, az összes magát akarta megszabadítani. Az ő szabadításának a végeredménye az, amit látsz a temetőbe. Menjél ki a temetőbe is, gondolkozz el jó mélyen, és fohászkodj. Térdelj le, és fohászkodj. Hogy fogd fel valahogy, hogy az ember szabadításának a végső pontja az, amit ott látsz a temetőben. Vagy menjél be a hullaházba, ott felnak rovatalozva a halottak. Elérkeztek a szabadulásra, ők akartak megszabadulni, el vannak temetve. Pedig Isten nem akarta, hogy ilyen hamar meghaljunk, sőt azt akarta, hogy kedvünk szerint legyen nekünk testünk, vagy pedig felvegyük, vagy letéljük a testet. Erre is van lehetőség. Ezt mondja Jézus legalábbis. Hogyha hazudott, akkor utána hazudok én. Mert hatalma van az angyalnak, a tiszta léleknek arra, hogy letelje a testet és felvegye a testet. Ezek felfoghatatlan dolgok, ezek mennyei dolgok. Én erő hiába beszélek. Az alapokat kell megérteni. A szembesülés emberek, aki a szembesülést elkerüli, aki kerülgeti még mindig a szembesülést, és ő akarja megoldani, mert ő inkább a közmondásnak hisz, a tömegszellemnek hisz, annak, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít. Ügyeljetek, ez maga a sátán. A sátán mondja azt, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít. Uram, irgalmaz, ebben van a megoldás, nem abban, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít. Tehát aki meg akarja oldani a házasságát, aki meg akarja oldani a munkahelyi problémáit, aki meg akarja oldani a politikai orientációját, a szomszédjával való viszonyát, iszonyát, bármit meg akarsz oldani emberi módon, még mélyebbre kerülsz a problémába. És a megoldás pontosan az, amit annak az ellenkezője, amit a sátán mond. A sátán azt mondja, hogy ne add fel. De a megoldás az pontos az, hogy feladom. Atyám, elég volt. Mostanig én csináltam. Összefogtam az asszonnyal, és a szomszéd asszonnyal. És mindenkivel összefogtam, és mindent összefogdostam. És nem jutottam sehova. Tele vagyok fájdalommal, nyomorúsággal, már az öngyilkosságot fontogatom, és feladom. Itt az én nyomorúságos életem, a maradék itt van, könyörű rajtam, kezdjél vele azt, amit akarsz, legyen meg a te akaratod, teljes szívemből kívánom. A Krisztus kezébe helyezem az életemet, nem a Jóisten kezébe, ügyeljetek, mert Jóisten az maga a sátán, a Jóisten az, amit az agyunkba létrehoztunk. Azért lett Isten testi Jézus Krisztus személyében, hogy mi ne találgassunk. Ez nem lottó, emberek. Nem úgy van, hogy hát a Jóisten így, az én Jóistenem az olyan volt, hogy mindig bármilyen bűnt követtem el, bármilyen, egyszerre két barátnőm volt. Ő mindent belájkolt. Az én Jóistenem mindent belájkolt. Miért? Azért, mert én hoztam őt létre. Csak ez a Jóisten engemet szinte megölt. A lelkemet el akarta vinni teljes mértékben. Az Úristen mentett meg engemet, az Úristen, aki megmutatta magát Jézus Krisztus személyében, az ő szavai által, a megváltó által. Mert csak úgy tudtam megérteni, hogy én nem tudom magamat kiváltani a rabságból. Nincs, amit én fizessek az én bűnömért, a károkért, amiket elkövettem és felhalmoztam. Nincsen semmi, amit adhatnék, csak a lelkem. Csak a lelke. És azt mondta mindenható Isten, én kifizetem a kártérítést, szabad leszel, de mostantól rám figyelj, és szabad is maradsz. Tehát szabad az, akinek van szabadítója, akit Isten megszabadított, akit az Úr Jézus Krisztus meg, az szabad. Más szabad ember nincs a Földön. Lehetetlen emberek. Aki nem hiszi el, amit mondok, az nyugodtan csinálja tovább. Teljes gőzzel, próbálja, váltsá vallásokat, álljál ki a katolikusból, menjél be a Jehova tanúi közé, onnét is jöjjél ki, majd menjél be a hídgyülekezetébe, és szépen zarándokoljál, épp addig, amíg eltemetnek. Ott aztán valahol majd felborulsz, eltemetnek, és elmondják, hogy jó ember voltál. De attól még nem leszel szabad. Attól még nem leszel szabad. Aki nem hiszi azt, hogy az ember nem tud megszabadulni, hát maga az ember hozta létre a rabságot. Mert Isten nem akart rabságot, hát nézd egy gyermekre. A gyermek ő nem rab, ő még derűs, ő még minden, ő mindenre rácsodálkozik, mindenben gyönyörködik, mindenben bízik, ő maga a szeretet, ő szabad. Oda kéne vissza, ezt mondta Jézus, hogy ha nem lesznek azok a gyermekek, semmiképp nem fogjátok meglátni. Ha nem születtek újjá a szavam által, Istenre által, nem lesznek olyanoknak gyermekek, semmiképp sem láthatjátok meg a mennyek országát. Ezt mondja Jézus. Tehát az öreg ember, a kemény, a kakan, a csődör, meg a szuka, meg a szajha, meg a lator, ők nem tudnak gyermekké válni, ők szajhák. Nekik abban van örömük, hogyha paráználkodhatnak, vagy ha lophatnak, vagy hogyha huncutkodhatnak, vagy ha csábíthatnak. Az nem gyermek. A gyermek nem akar csábítani,
A gyermek egyszerűen csak van. Ő a vanban van. Vagyok, aki vagyok. Ez Istennek a neve. Vagyok, aki vagyok. Ő az Istennek a vannyában van, és Istennek a vannya benne van, és ő boldog, boldog. Épp ezért, beszél Jézus újjászületésről, hogy legyünk olyanok, mint a gyermekek. De ez nem lehetséges. Azt mondja, hogy embernél, Jézus kimondja, hogy embernél lehetetlen. Újjászületés lehetetlen. Üdvösség lehetetlen. Megvilágosodás az mese. Nincs olyan. Az elme játéka, a megvilágosodás a sátán játéka, az is elmében, agyban tart, addig, amíg elrothatsz mindenestől, testestől, lelkestől. Azt mondja Jézus, hogy embernél lehetetlen. Istennek a kegyelmi ajándéka, a szabadítás, az újjászületés, az üdvösség. Isten kegyelmi ajándéka. Ő ajándékba adja azoknak, akik kívánnak gyermekek lenni. De ki kíván gyermek lenni? Az, aki már megundorodott a felnőttiségtől, megundorodott a szajhától, ami benne van az ő szívében, a Jézabeltől, a csábítótól, a smekertől, az okostól, a számítótól, az erőstől, az izmostól. Aki ettől nem undorodott meg, az még nincs abban az állapotban, hogy gyermeki lehessen. És hogyha meghal, akkor úgy fog meghalni, nem úgy, mint gyermek, hanem úgy, mint szajha, vagy lator, vagy igazgató, vagy mit tudom én, főnök. De sem a főnökök, sem az igazgatók, sem a szajhák, sem a latok, sem a részegesek, sem a gyávák. A felnőttek nem láthatják meg a mennyek országát, csak a gyermekek, akik gyermekké lesznek. Ezért, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez hazugság, amit mondok, annak csak azt tudom mondani, hogy csinál tovább. Amit eddig csináltál, csinál tovább. Váltsál munkahelyet, váltogassál, teljes gőzzel csináld, ha te hiszed azt, hogy te magadat meg tudod szabadítani, csináljad tovább. És a végén majd nézzél tükörbe, hogy hogy lettél egy lélektelen zombi, egy biorobot. Egy olyan, amelynek ki van tömve az arca, meg ki van ruzsozva, de teljesen zombi. A lelke már nem működik, még a lelke is az agyában van, vagy pedig a seggében. Ez van, emberek, ez van. Értsük meg Isten szabadítását. Mi az, hogy szabadítás? És miért van szükség az embernek szabadítóra? Azért, mert az ő agya a saját értelme szerint csak megkötözi magát. Ezért, hogyha valakinek az a célja, hogy ő megszabaduljon a rosszból, amit ő megteremtett magának, mert ezt Isten nem kényszergette rá, ha mindenki magának választotta. Aki azt hiszi, ebből meg tud szabadulni, és az a cél, hogy megszabaduljon a rossz munkaerőből, rossz kapcsolatból, rossz közösségből, rossz országból, az ember még nagyobb rabságba megy, még mindig. Nagyobb rabság felé tart. Mert rossz a cél. A cél nem az, hogy megszabaduljunk, hanem a cél, hogy megismerjük az igazságot. De ez a cél akkor válik nyilvánvalóvá, akkor válik értékessé, amikor kimerjük mondani, hogy te, én hazugságban vagyok, átcsesztek-e? Átcsesztek. Én is magamat. Megtanultam magamat és más embereket átcseszni, átverni. Átvertem őket, hazudtam nekik. És rab vagyok. Kimerem mondani, hogy rab vagyok. Rabszolga vagyok. Felmerem ismerni, hogy rabságban vagyok. És nem megyek agykontroll tanfolyamra, hogy hazugságban tartsam magamat, hogy a lelkem elrothadjon. És amikor megláttam, hogy hazugságban vagyok, akkor már van értéke az igazságnak. Akkor már van értéke az igazságnak, akkor már vágyom az igazságra, és ez már jó cél. Amíg csak meg akartam szabadulni a rossz munkahelyről, vagy a rossz házasságból, az rossz cél. Mert az azt jelenti, hogy én még mindig a saját erőmből akarok megszabadulni. Tehát amikor azt mondom, hogy én hazugságban vagyok, és az egész mindenestől, amiben éltem, és amit éltem mostanig, az mind hazugság, és vágyom az igazságra. Uram, Atyám, ha Isten, ha létezel, könyörülj rajtam, mi az igazság, segítsél nekem. És akkor jön Isten erővel is, hatalommal és bölcsességgel. Megmutatja az ő bölcsességét, az ő szabadítását Krisztusban. De először nyilván szembesülni kell azzal, hogy mi okozta a rabságot. Mi okozta a rabságot. És ebben segít a 10 parancsolat. Olvasd el, olvasd el. Az első 4 parancsolat arról szól, hogy Isten és ember kapcsolatáról, hogy milyen kell legyen az én kapcsolatom a mindenható Istennel. Ahhoz, hogy én élő legyek, éljek, életben legyek. A legeslegfontosabb parancsolat, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes elméddel, teljes erőddel, teljes lelkeddel, minden erőddel. Ezt mondja a mindenható Isten. Minden, ami van, azzal szeresd őt, mindenható Istent. Hogyha az megvan, akkor abban benne van az összes többi. Ha az első megvan, abban az összes többi benne van. A többit akkor már el sem kéne olvasni.
de mivel, hogy mi ezt nem éltük, a többi parancsolat valójában megmagyarázza az elsőt, hogy mi a következménye annak, hogyha az elsőt az ember figyelmen kívül hagyja. Hogyha figyelmen kívül hagyom az elsőt, hogy én szeressem az Urat, az én Istenemet, teljes lényemmel, mindenemmel, amin van, mindenemmel őt szeressem, ha azt figyelmen kívül hagytam, akkor jön a második parancsolat, amit kivettek a kereszténységből, tehát eltörölték a katekizmusokban, ugye, ki van véve, hogy ne legyenek faragott képeit, ne csinálj faragott képeket semminek a hasonlatosságára, semminek az ég adta világon, semminek, sem a levegőben lévőknek, sem a földön lévőknek, sem a vízben lévőknek, sem Jézusnak, sem Máriának, ne csinálj faragott képeket, az agyadban ne csinálj faragott képeket, az agyadban ne csinálj faragott képeket, semmilyen faragott képet, ne hozzál létre az agyadban jó isteneket, hagyd a jó Isten, mert meg fog ölni. A jó Istent hagyjad, mert meg fog ölni. Az Úr Istent, őt kerest. Jézus Krisztust, őt kerest, és élni fogsz. Tehát a faragott képek, ez a másik parancsolat, ugye, megmutatja Isten, hogy hogy buktunk el, mi az, hogy elbukás. A parancsolatok, a morális törvény, ugye, a 10 parancsolat szembesít minket azzal, hogy mit jelent Istentől eltávolodni, minek köszönhetően távolodtunk el Istentől. Harmadik parancsolat, Isten nevét hiába nevedd. Isten nevét hiába nevedd. Mostantól jól figyelj, magadban nem veszel észre, mostantól figyelj az embertársaidra, hogy hányszor használják Isten és Jézus nevét, és milyen kontextusban. Undort kifejezni, meg szörnyűködést, meg rémületet kifejezni, meg csodálkozást kifejezni, teljesen, fölöslegesen használjuk az élő Isten nevét. És arra, amire ő adta az ő nevét, mert azt mondja, hogy igen, használjuk az ő nevét, az ő nevében szóljunk, ami azt jelenti, hogy az ő törvényét mondom ki, az ő szavát mondom ki, amiben élet van. Elmondom, hogy mit tett velem a mindenható Isten, a Krisztusnak a beszéde mit tett velem, ezt elmondom. Ez a jó kontextus, amikor úgy használom az ő nevét, ahogy ő azt adta, és abban szabadulás van, nem csak nekem, annak is, aki hallja, amit mondok, és gyógyulás van. Mostantól figyelj a saját szájadra, hogy hogyan mondott ki Istennek a nevét, és hányszor, milyen sokszor kimondja, legtöbb amerikai filmek, horrorfilmek, pornófilmek, teljesen mindegy, tele van Isten és ír, mi nem Buddha, mi nem Krishna, az énben meg van írva, hogy az emberek Isten ellenségeivé váltak, és utálják az emberek Istent, utálják Jézust. Miért? Azért utáljuk Jézust, mert ő elmondja, hogy ő bizonságot tesz, hogy a mi cselekedeteink gonoszak, hogy mi hazugságban vagyunk. Ezért utáljuk őt, mert számunkra a hazugság befektetés, a vagyonunk, a pénzünk, a tudományunk, a diploma, meg minden befektetés, a feleségünk, a házasság, minden befektetés. És ő minket szenvest azzal, hogy ez hiába valóság. Ez nem az élet, ez egy illúzió, hazugságot élsz. Ő ezzel minket szembesít, és ezért a vallások létrehozták a jó Istent és a jó Jézust, a betlehemi kis Jézuskát, aki nem szól egy szót sem. És így mennek tömegessével az emberek a kárhozatba. Mostantól jól figyelj, hogy embertársaid és a saját ajkait hogyan mondják ki Isten és Jézus nevét, milyen kontextusban. Próbál meg elképzelni, hogy azt a világot, ahol ha valaki Istenről beszél, vagy Jézus nevét használja, mindig csak azt mondja, amit Istentől kapott. Tehát akkor használom az ő nevét, amikor azt mutatom meg embertársamnak, amit tőle kaptam. Én az Úr nevében szólok, én Isten nevében szólok most. Én most megmutatom nektek, hogy mit kaptam Istentől, milyen megértéseket, milyen hatalmas kijelentéseket kapok Istentől folyamatosan, mindennapi kenyeret. Az Úr Jézus nevében szólok, az Úr Isten nevében szólok, és aki hiszi az én beszédemet, azt mondta Jézus, ha bennem hittek, nektek is hinni fognak, és megszabadulnak. Aki hiszi az én beszédemet, megszabadul, mert már sokan szabadultak meg. Nem miattam van, hanem amiatt, amit az élő Isten és az Úr Jézus adott nekem, amit az ő nevükben szólta. Na, amiatt voltak szabadulások és gyógyulások. Negyedik parancsolat, ugye, azt hiszem a szombatról szól, arról, hogy az Úr napját, mert Isten megpihent, azt szenteljük meg azt a napot, akkor csak vele legyünk. 6 napon keresztül, ha már belezuhantunk a testbe, munkálkodjunk, de a 7. nap csak vele legyünk. És ez nem templomot jelent, hanem az, hogy lélekben, teljes mértékben, hogy ő tanítson engemet, és a lelkemet megelevenítse, a lelkiismeretemet, hogy ne szakadjak el tőle. De nekünk ez nem fontos. Nekünk olyan sok fontos dolgunk van itt a Földön, hát Isten is látja biztos, milyen sok fontos dolgunk van nekünk. Mi azzal foglalkozunk.
Ő biztos megérti. Annyira fontos. Fontos, persze. Ki adta azt a munkát neked? Isten mondta, hogy azt csináld. Azt a sok fontos dolgot. Vagy te saját magadnak gondoltad el. Embereket követve. Ugye ember, ne játszmász. Tehát az első négy parancsolat megmutatja azt, hogy hogyan távolodtunk el Istentől. Milyen kéne legyen az Isten és az gyermek, az ember kapcsolata ahhoz, hogy éljen. És most próbál meg elképzelni, hogy amiket te mostanig csináltál, ahogy éltél mostanig, az az élet útja volt, vagy pedig a halál útja. Hogyha azt mondja Isten, hogy úgy élhetsz a Földön, még a Földön is jól, hogyha ez betartod. Nem is tudtuk, hogy van ilyen. A legtöbben nem is tudtuk. Egyszerűen csak betegedtünk, meg balesetek, meg nyomorúság, meg veszekedés, meg tragédia, meg minden. Azt sem tudtuk, hogy mi miért történik. Emiatt emberek teljesen figyelmen kívül hagytuk az élet legalapvetőbb törvényeit, az élő Isten törvényeit. Ötödik parancsot azt hiszem azt, hogy ne ölj. Én sem tudom, hogy máig, hiszen pontosan a sorrendet. Ne ölj, azt hiszem. Azt mondja Jézus, hogyha valaki haragszik az ő embertársára, az már gyilkosságot követette az ő szívében. Miért? Azért, mert miután testünk meghal, ott már nincs idő, nincsen tér. Tehát minden, amit gondoltunk, ami a lelkünkben megjelenik, instant valóság. Tehát ha én haragszok, az ugye a mennyek országában instant gyilkosság. Ezért mondta Jézus, hogy ha valaki haragszik az embertársára, ő már gyilkosságot követel az ő szívében. Mert ha nem volna idő, nem volna test, nem volna törvény, nem volna gyávaság, már megölte volna. Már megették volna egymást. Csak félnek, mert akkor a törvény meg fogja baszulni azt, ugye. De aki haragszik, neheztel az ő atya fiára, ő már gyilkosságot követel az ő szívébe. Hazugság, hamis tanúbizonyság, embertársaim ellen, hamis tanúbizonyság Istenről például, hamisságot szólok, az mind gyilkol engemet, elsősorban engemet, belülről gyilkol, és gyilkolja az én környezetemet, amiket én felsoroltam itt ebben a felvételben mostanik. Ezek mind olyan dolgok, amelyek engemet meggyilkolnak, lelkileg és testileg. Gyilkolnak engemet. Lelkileg és testileg. A hazugság, a hamis tanúbizonyság. A fele barátaimnak a dolgait ne kívánjam, ugye? Bármilyen van, a feleségét ne kívánjam, a vagyonát ne kívánjam, semmit ne kívánjam. Miért? Azért, mert hogyha kívánom, arra nézek, hogy neki milyen van, akkor én nem arra nézek, amit nekem ad Isten. Akkor én nem arra nézek, amit nekem ad Isten minden napi kenyeret, lelki táplálékot, örömöt, lelki békességet, mert én kívánom az embertársamnak a dolgait. Olvasd el a 10 parancsolatot, és tedd fel azt a kérdést, hogy azok közül te hányban vétettél, hányat vétettél el. És a kérdés az, hogy te azoktól, a vétkektől, a bűnöktől, mikor szabadultál meg? Melyik volt az az időpont az életedben, amikor te azoktól megszabadultál? Attól az adósságtól, amit a bűnnel halmoztál, mikor szabadultál meg? És ki szabadított meg téged? Mert azt mondja az ember, amikor hallja ezt a felvételt, hogy jaj, hát én mostanában nem loptam, ugye, nem loptam semmit az embertársamtól, nem is hazudtam mostanában, Isten nevét sem. Tegyük fel, hogy így van. Kételkedem benne, de mindegy. Tegyük fel, hogy így van. Mi történt avval a hazugsággal, amit 50 éve ezelőtt követtél el? Avval a bűnnel, avval a paráznasággal, amit 50 éve ezelőtt követtél el? Attól te mikor szabadultál meg? Vagy te azt hiszed, hogy meg lehet szabadulni a bűntől csak úgy? Hogy idő elfelejteti. Nem ember. Kicsi kutya tarka, se füle, se farka. Ezt elfelejtetted-e? Persze nem elfelejtetted-e. Ott van a lelkedben. Amit gyermekkorodban hallottál, láttál valamilyen tragédiát, arra is emlékszel. Bele van égve a lelkedbe ember. A legtöbb bármi, nem csak a bűn, hanem a jó is, amit láthattál a szemeiddel, amit tapasztalhattál, és a mocsok is, a rossz is, bele van égve a lelkedbe. Minden. Kivétel nélkül. Mint a kicsi kutya tarka is például. Vagy más, mit tudom, ilyen mondóka, vagy közmondás. Bele van égve a lelkedbe. Tehát nem paráználkodtál már 50 éve. És amit 50 éve csináltál, és az a lelkedet megfertőzte, rátapadt a lelkedre, mint egy démon, mint egy ilyen minta, egy hazug minta. Attól te mikor szabadultál meg? Mikor kaptál feloldozást? Mert hogyha te paráználkodtál, 50 éve tegyük fel, és már akkor már meg is bántad, és abból megtisztultál, akkor te most nem vagy szexfüggő, egyáltalán teljesen szabad vagy. Nincs lelki ilyen gondolataid, nem vágysz semmi ilyesmire, megvallottad, és tőled, tehát elhoztam a foglyoknak a szabadulást, a megoldást.
de megoldozást, eloldozta a bűneidet. Ilyen történt-e? Senki ne áltassa magát azzal, hogy jaj, hát ő már 20 éve nem hazudott, vagy 50 éve, 60 éve nem paráználkodott. Ügyelj, ember, ügyelj. Mert ezek mind, rá, mint a kicsi kutya tarka, rá vannak tapadva a te lelkedre. A lelked nem tiszta. És azt mondja Isten, hogy a tisztátalan lélek nem örökölheti az életet. Nem mehet be az örök életre a mennyek országába. Mert ott is tisztátalanságot követne, ott is szemetelne. Oda nem engedi be. Azt mondja, hogy a tolvajok, a paráznák, a részegesek, a hazugok, a gyávák mind a tüzes tóba kerülnek. Ezt mondja mindenható Isten Jézus által. Ez mind igaz emberek. Aki nem hiszi a menny és a pokol létezését, kérje Istentől is, meg fogja látni. Mert Isten megmutatja. Többször elmondta, szinte minden videóban elmondom, hogy nincsen halál emberek. A létezés nem szűnik meg. Ezt fizikai síkon is tapasztaljuk. Fizika órán elmondták, hogy semmi nem vész el, csak átalakul. Hogyha a fát eltüzelem, abból az nem tűnt el. Hamu lett belőle, szén lett belőle, füst lett belőle, nem tűnt el, csak átalakult. A vizet, hogyha felfőzöm, nem tűnik el, elpárolok, de nem tűnik el, emberek, nem tűnik el. A te létezésed az sem fog megszűnni. Fogd fel valahogy, hogy nem tudsz te megszűnni. Lehetetlen megszűnni. Örök létezés van. Örök kárhozat, vagy pedig örök élet. Mert aki itt a földön nem tisztul meg, az még inkább el fog torzulni. Tehát nem a létezésed, a létezés tudatod, az nem fog eltűnni, hanem átalakul, ördögivé válik. Ha tovább a saját, továbbra is a saját értelmedben bízol, emberekben bízol, tudományokban bízol, vallásokban bízol, és nem születtél újjá, nem ismerted meg a Krisztust, nem fogadtad be a szívedbe az ő szavát, akkor te arra alakulsz ördögivé, a te létezésed ördögivé fog válni. Ha a testedet te elveszíted, de továbbra is tudni fogsz arról, hogy létezel, nem lesz tested. Viszont akkor is lesz tested, mert te úgy fogod tudni, hogy van tested. Amikor éjszaka álmot kapsz, akkor te azt úgy látod-e, hogy az álom, vagy pedig úgy, hogy valóság. Ha meghalsz egy rémálom kellős közepén, ami teljesen valóságos, akkor az megy tovább az a rémálom. Ezt te el tudod képzelni, hogy ez így van? Mert az álom az nem az agyban van, a lélekben van. És azt az álmot teljesen valóságosnak éled meg. A rémálmok, az jelzés Istentől, hogy a pokol létezik, emberek. A rém álom, jelzés, figyelmeztetés az ég és a föld teremtőjétől, hogy a pokol létezik. Mert amikor az ember álomban van, álmodik, ő azt teljesen valóságosnak éli meg. Pontosan, mint ezt a valóságot. És hogyha megáll a szíved egy rémálom közben, az a rémálom megy tovább a lelkedben. Mert azt amellett döntöttél olyan lelket, a te lelked olyan, a te léted olyan, mert nem engedted a mindenható Istennek, hogy megtisztítson, hogy Krisztusivá válj, hogy legyél önfeláldozó, hogy amit van, azt tud odaadni jó szívvel embertársaidnak, mindentől megszabadulni, örömmel és jókedvel, segíteni őket, nem magadért élni, mint egy magának élő, élősködő parazita, rákos sejt, pióca, hanem tudjál örömmel az embertársadét élni, és odaadni mindent, amit kérnek. Erről beszél Jézus. Ne sporolj, ne tartalékolj, adj oda mindent, ha élni akarsz, ha kívánsz megtisztulni. De amíg egy lépést te nem teszel, ezért ő sem fog tenni 100 lépést, vagy 1000 felét. Érthető? Ügyelj, mert nincs halál. Hiába kötöd fel magadot, hiába veszed be az altatót, hiába vágod fel az ereidet, mert nincs halál. A létezésed nem szűnik meg. A létezésnek csak két lehetősége van. Vagy balra alakul, vagy jobbra. Vagy ördögivé válik, eltorzul. Bekerül a rémálmokba, a rémálmok közé, a horror sztoriba. Vagy pedig megdicsőül, angyalivá válik, mennyeivé válik a lélek, megtisztul. A te létezés tudatod megtisztul, és erre kínálta fel a mindenható Isten a lehetőséget Jézus által. De hogyha nem akarsz szembesülni te azzal, hogy te miből kéne megtisztuljál, akkor maradsz a rémálmokkal. Itt a testben is, hogyha a tested meghal, akkor utána aztán örökre. Ott már nincsen idő. Azért örök kárhozat, mert nincs idő, emberek. Ha a tested meghalt, ott már nincs idő. Most még van idő, amíg testben vagy. Ott már nincs idő. Az már örök kárhozat. És a húgom ezt ugye megtapasztalta, szinte ott maradt, ott rekedt.
Ő látta a poklot, látta, hogy miféle hely az. De Isten nem engedte, hogy meghalljon. És egy párszor, Isten néhányszor, Isten megment minket. De még hányszor, ha minket nem érdekel az ő szava, ha mi nem akarunk gyermekké válni, ha nem akarunk újjászületni, ha nem akarunk belőle létezni, akkor még hányszor bocsásson, meg hányszor mentse. Sokszor megmentett eddig is. De azt mondta, hogy a kegyelem elvétetik, el fog jönni egy óra. Van akinek, amikor még teljesen fiatal korában, más 50, 90, 100 évesen hal meg, van aki 20 évesen. Nem tudjuk, hogy mikor vitetik el a kegyelem emberek. Nem tudjuk, hogy mikor van az utolsó óra. Még meddig játszmázunk? Még meddig játszmáztok? Ha kíváncsi vagy arra, hogy mostanig melyik úton haladtál, egész eddig a pontig, nézd meg azt, hogy mit imádtál mostanig. A legelső parancsolat azt mondja, hogy szeress Istenet teljes szívedből, teljes lényeddel, teljes erőddel, minden erőddel. Tehát őt imád, magyarul egy szóval. Mostanig te mit imádtál? Nézd meg az emberek, amikor azt mondják, hogy imádnak, hogy imádom ezt a telefont, imádom a feleségemet, imádom a szexet, imádom az alkoholt. Mit imádtál mostanig? Nézd meg! És merj szembesülni, te mit imádtál mostanig? Ha ez a fogalom, hogy imádat idegen számodra, segítek egy picit. Az imádatnak a jelentése az, hogy időt töltesz valamivel, ami fontos számodra, azt imádod. Ami fontos, a legfontosabb számodra, azzal töltöd a legtöbb időt. Ha valaki számára a telefonja a legfontosabb, azt imádja, azzal tölt a legtöbb időt. De mi történik, amikor az imádat tárgya egy halott dolog, amit mi hoztunk létre? A telefon halott, Aladdin csodalámpája, megsimogatjuk és jön ki belőle boldogság, a hamis boldogság, ami a pokolba visz. Ha mi embereket, állatokat, halandókat, halott dolgokat imádunk, azokkal töltjük az időt, életünk idejét, azoknak adjuk az energiát. Mindenki annak adja az élete energiáját, amit imád, kivétel nélkül. A halott dolgok, amelyek a föld felszínén vannak, azért vannak a föld felszínén, mert mi tartjuk fenn a lelkünkből, az imádatunkkal. Valaki imádja a munkáját, jól teszi, odaadja az élete energiáját. Annak a munkájának tök fel, hogy ő útkészítő, aszfaltot épít. Miből épül az aszfalt? Az emberek lelkéből. Az emberek lelkéből. Emberek, akik a munkahelyüket imádják, és abban bíznak, a kétkezi munkájukban bíznak, és nem Istenben. Oda viszik a lelküket, életük energiáját a munkahelyre, és beleépül az ő lelkük az aszfaltba. Barátommal beszélgetünk, hogy vett egy autót, mennyi pénzből vette azt az autót, és mondtam, hogy azt az autót nem pénzből vetted, a lelkedből vetted, a lelkedből. Hát igen, de dolgoztam pénzét, ugye, szereztem pénzt. Igen ám, de a pénzt miből szerezted? Az életed energiájával szerezted a pénzt. Az időddel és az energiáddal szerezted a pénzt. És az az idő és az energia az honnan van? A lelkedből. A lelkedet adtad az autóért. A lelkedet adtad azért a szép nőért, azért a jó szexért. A lelkedet adtad sok halott dologért. Olvasd el az első parancsolatot százszor egymás után, térden, amíg megérte a lényeget. Százszor olvasd el. Ha szükséges, hogy elolvasd százszor egymás után, hogy megmeneküljön a lelked, akkor olvasd el százszor. Mert megéri, megéri. Ha a lelked meg fog menekülni, akkor megéri, hogy elolvastad százszor. Nagyon megéri. Az imádat. Amire figyelsz, azt imádod. Amivel időt töltesz, azt imádod. De amit az ember imád, az istentelen ember, amit imád, azok halott dolgok, és azok a halott dolgok veszik el az ő energiáját, az ő lelkét. Haldokoz. Hiába vitamin, multivitamin, meg minden, darabig hiszel benne, hazugság, egy darabig hiszel, mivel hiszel benne, működik egy darabig. Utána meg felborulsz és eltemetnek. Mi történik akkor, hogyha Istent imádod? Akkor az történik, hogy mivel ráfigyelsz, a mindenható Istenre figyelsz, vele töltesz időt, nem kell neki ad az energiádat, hanem fordítva ő adja neked. Aki Istent imádja, annak Isten adja az energiát, az erőt. Aki Istent imádja, annak Isten adja az energiát és az erőt. Nem kell, nem kérő tőlünk kölcsön, neki bőségesen van. Aki őt imádja, aki ráfigyel, vele tölt időt, annak ő adja az energiát és az erőt, életerőt. Jézus hogy támasztotta fel Lázárt? Lázár, jöjj ki!
avval az energiával, amit ő kapott Istent, avval az erővel, mennyei erővel. Miért? Azért, mert Jézus csak Istenre figyelt, csak az Urat imádta, nem a vallást, nem a rabbit imádta Jézus, nem a vallásvezetőket, nem a kiáltószót imádta, nem Attilát imádta, hanem csak az Urat, a mindenható Istent imádta, vele töltött időt, és a mindenható Isten a mennyből adta neki az erőt, a mennyei erőt. A vérfolyású asszony meggyógyult, a vakok meggyógyultak, a bénák, a sánták meggyógyultak, fizikailag is, és lelkileg is megszabadultak, mert kapták az erőt Jézustól, de miért volt neki ereje? Azért, mert ő az Atyára figyelt, ő csak őt imádta. És aki Jézust imádta, tehát Jézusra figyelt, szintén kapták az erőt tőle. És Jézus megmutatta, hogy ne engemet, mostantól ne engemet. Mert kaptok ti is szent lelket, mostantól az Urat imádjátok, az ég és a föld teremtőjét imádjátok. Elmegyek közületek, mert ha nem megyek el, akkor csak rám figyeltek, az én testemre figyeltek. De hogyha én elmegyek a mennybe, akkor ti is az Atyára fogtok figyelni. Őt fogjátok imádni, vele fogtok időt tölteni, és ő nektek adja az erőt, a szent lelket, az életerőt. És azzal csodákat fogtok ti is majd cselekedni. Mert Isten csodákat tesz az ő gyermekei jelenlétében. Hogyha valaki ő belőle szól, ezért történt az, hogy hallgatták a videókat. Többen hallgatták a videókat, és meggyógyultak. Isten megszabadította őket. Miért? Azért, mert az Atyára figyeltem. Az Atyából szóltam. És ő, tehát imádtam őt, ráfigyeltem, és ő adta az erőt. És aki hitte azt, amit én mondtam, meggyógyult. És az is kezdte keresni Istent. És egyre erősödött az ő kapcsolata Istennel. És emberek születtek újjá. És kijöttek a mókuskerékből, a zombi üzemmódból, a biorobot üzemmódból. Nem azért, mert ott akarták hagyni a munkahelyet, meg akartak szabadulni, hanem azért, mert Isten megszabadította. Mert van, aki ott hagyja a munkahelyét, mert már elege van belőle, és van, akitől Isten elvette a munkahelyet. Adott mást helyette, egy könnyebbet, de miért? Azért, mert a szabadságot ő már Istenre fordította, és nem a hazugságra, nem az elbukott emberi világra. Ez Istennek a szabadítás, emberek. Így lehet megszabadulni a rendszerből, egy hazug munkahelyről, egy hazug képmutató házasságból, egy hazug képmutató baráti körből, egy hazug képmutató családból. Ezért mondtam többször, hogyha valaki hallja ezeket a beszédeket a kiáltószón, vagy bárhol, és azon kapja magát, hogy benne nincsen olyan igazság, szeretet, mint bennem például, vagy akár több is, akkor addig fohászkodjon, addig térdeljen, amíg Isten megadja neki az igazság szeretetét. Ez a legfontosabb. Annál fontosabb semmi nincs, emberek. Akiben nincsen meg az igazság szeretete, nem gyújt tűz az ő lelkében, az ő szívében, azt az embert nehéz megszabadítani, szinte lehetetlen megszabadítani. Mert az igazság szeretetem az, hogy én kívánok Isten jelenlétében lenni, azt tart engemet biztonságban, azt tart engemet benne Isten imádatában, az ő szavának imádatában, a Krisztus beszédének imádatában. Tehát mi a célod? Mi a célod? Döntsd el, mi a célod? Megszabadulni a házasságból, rossz munkahelyről, rossz országból, rossz közösségből, rossz vallásból, ez a célod? Akkor még mindig a sátának a csapdájában vagy. Ha a célod az, hogy megismerd az igazságot, mert jól laktál, mert már érzed a szívedbe, hogy tovább már nem tudsz hazudni. A húgom érezte a szívében, hogy ő tovább már nem tud hazudni. Amúgy sem volt olyan hazudozó típus, de érezte, hogy az egész világ egy hatalmas nagy képmutatás. Ő látta a valóságot, de az igazságot nem látta. Nem kapaszkodott bele az igazságba. Nem kapaszkodott bele Krisztus kezébe, hanem megfogta inkább a férje kezét és más emberek kezét. Szinte meghalt. Szinte kárba veszte az ő lelke. Ez történt. Le van írva. Családi tragédia, 11 részben. Olvasd el, mik történtek, még nincsen vége. Fohászkodom a mindenható Istenhez, hogy szép vége legyen, dicsőséges vége legyen, hogy aki megszabadulhat, az szabaduljon meg. De imé el van mondva a szabadulás útja. Ilyen egyszerű szavakkal Isten megmutatja, hogy hogyan vannak az emberek megkötözve, hogyan lettünk megkötözve, mi a teremtés könyve, hogyan mentünk bele a rendszerbe, hogyan vagyunk benne a rendszerbe, hogyan veszi el a rendszer a mi lelkünket. El van mondva minden egyszerűen. Két hazugság. Az első az, hogy jó lesz, majd jó lesz, és a második hazugság pedig az, hogy meg tudod csinálni, meg tudod oldani. Ki tudsz szabadulni, de ez hazugság mind a kettő. Az is, hogy jó lesz, mert nekem most kell jó legyen, ebben a momentumban. Hogyha Istennek a jelenlétében vagyok, akkor nekem most jó.
Most jó, a gyermeknek nincs olyan, hogy majd jövő héten jó lesz. Nem tudja, mi az, hogy jövő hét. Nem tud ő semmit. Ő az örökké valóságban van valamilyen szinten. Ő nem tudja az, hogy jó lesz. Ő nem tudja, hogy olyan lesz, mint Isten. Ő jól van, mert Istennel van. Ártatlan, szűz, ártatlan. Ő Isten jelenlétében van. Ügyelj, mert a sátán hazugsága meg tud csinálni. Ezt azért mondja a Facebook, azért mondja egyfolytában, hogy meg tud csinálni, ne add fel, gondolkodj pozitívan, mert másképp a sátán nem tudja kiszipolyozni a lelkedet. Ezeken a mantrákon keresztül szipolyozza ki a lelkedet a sátán. Meg tud csinálni, ne add fel, meg tud szabadulni. Már egy kicsi, még csak egy kevés kell ima, még egy kicsi gyülekezetbe járás, templomba járás, mantra, szűzanya, rózsafűzi, ez mind a sátánnak a hazugsága. Nem tud megcsinálni. Ez a lényeg, ez a szabadulásnak az első lépése, hogy atyám, nem tudom megcsinálni, mostanig próbáltam, érzem, bele fogok halni, könyörű rajtam, atyám, mert el fogok veszni. Itt kezdődik a szabadulás, ezen a ponton, evel az imával. Hogyha valaki ezt meg tudja lépni, és jól lakott már a saját dolgaival, ő vigyáz ember, mert nem biztos, hogy lesz számodra egy újabb hívás. Mert ez ugye, bár be vagyok rekedve a hangom, el van menve, mégis a mindenható Isten azt mondja, hogy beszéljek, így is, ilyen hangon is beszéljek. Nem biztos, hogy számodra lesz még egy ilyen erőteljes hívás. Lehet, hogy számodra ez volt az utolsó hívás. Erről a hívással mit kezdesz? Visszamész abba, amiben mostanig is voltál, vagy pedig letérdesz, és addig fohászkodsz, amíg meghallod a teremtőt szavát, a teremtőt hangját, és kéred a látást a szemeidre, a valóság meglátását, és az értelmet, hogy megértsd Jézus szavait, olvasd el a négy evangéliumban, János, Máté, Márk és Lukács, olvasd el, és kérd, hogy Isten segítsen megérteni, hogy itasson át az ő szava téged, és abban van a szabadulás, abban van a megoldás, megoldozás, és mindenre jó, minden problémára jó. Nem csak a rossz munkahelyre, a rossz körülményekre, a rossz betegségre, a rossz házasságra, mindenre jó. Mert Isten Krisztus által gyermekké formál téged. Újból gyermek leszel, és aki gyermek, annak szabad hozzáférése van Istennek a jóságához, az ő hatalmához, az ő gyógyításához, az ő kegyelméhez, az ő szerelméhez, az örök élethez. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok!